király egy Motorhead számra jön be, az 55 esztendős Mervyn King, a világranglista 17-je. Mi várható, Laci? Reménykedhetünk-e? Remény az mindig van, természetesen. Én próbálok arra alapozni, amit láttam Janitól a tavalyi budapesti versenyen, igen, ugye, ahol a meccsnyila volt. Bizony, hogyha azt tudja hozni, az esetleg hozható Mervyn King ellen az a játék, de ahhoz az is kell, hogy Mervyn King éppen ne kapjon fényt. Hát igen, ugye Joe Murn nem volt az ellenfele, ha jól emlékszem, igen, Janinak, igen, és 6-5-re kapott végül ki. Hát kérem szépen, ha ekkora meccset csinálnám a Kinggel, és mondjuk teszem, az kikapna, akkor én meghajolnék előtte nagyon mélyen. Igen, igen. Hogyan sikerült az útja odáig, kikísérte el Janit? Ez egy jó kérdés, én csak azt láttam a Facebookon, hogy a párja Bósza Emese írogatta ki, hogy Jani, meg osztotta meg, amit Jani kiírt magáról, hogy most ő is kimente vele, vagy nem ő vele ment ki, Morzsi, ezt sajnos nem tudom. Ennek nem néztem utána. Azt viszont tudom én, mert utána néztem, hogy Morzsi 2016-ban csöppent bele a European Tour körforgásában, és akkor abban az esztendőben legyőzte Krzysztof Ratajskit, valamint Raymond van Barneveldet is. Bizony, ez volt a kvalifikációs torna, ugye, és utána pedig kikapott Martin Schindlertől. Így van, Schindlertől kapott ki. Hát de jó lenne megint egy kalpot szerezni, úgyhogy hajrá! Hajrá, Morzsi! King kezdi a mérkőzést. Egymás elleni összecsapásuk nem volt még. Nagyon fontos az első leg. Nagyon jó lesz így. 60-as. De úgyhogy ugye Kingnek sem volt triplája. Mit csinál King? Túl szűken jött vissza, ezért kicsit megzavarta Mervyn Kinget. Ki akarja oktatni végsőt? 100-as Kingtől. Ugye a tavalyi Masters-en szerepelt szenzációsan, ő döntős volt, az idei már nem volt annyira jó versenye. Nagyon jó. Második alatta. Ó, 85. Vissza is játsszák nekünk, igen, hogy átlépte ezt a demarkációs vonalat Morzsi, és ez nem tetszett Kingnek. Oda néz, ő is tud hibázni. Ho-ho! 9! 3 nyílból 9! Hát ilyet se láttam még Kingtől. Nekünk elég. Igen. Meg is tapsolta gúnyosan saját magát. 100! Nagyon jó, jó lesz ez így. Szép lassan csak megtalálja magát ott a színpadon. Aha, még mindig szűken jön vissza. Most nem szól neki, csak mondja magáét. És megint mellé. Valószínűleg az van, hogy ugye Mervyn King teljesen a másik oldalra áll ki, és Morzsi nem nézi azt, hogy hol jön vissza, hanem csak azt nézi, hogy megfelelő távolságban legyen Mervyn Kingtől, és úgy látszik, ez viszont Mervyn Kingnek nem elég. Ez ilyen etika, vagy ilyen... Nem tudom. De most szépen megvan. Hát igen, ez őrület. Egyébként ebből a szempontból jó, mert kibillenti Mervyn Kinget a saját egyensúlyából. Ez legyen az ő problémája. Igen. Most már jönnek a triplák. Jó, csak előbb-utóbb az lesz, hogy szól Russ Braynek, aki viszont rendre utasítja Morzsit. Igen. Másik is benne? Nem, 95. 90 pont marad. Viszont előbb és ott jön vissza folyamatosan. Kiszállón. Nagyon rázza a fejét King. Aha, most szól neki, Russ Bray, hogy ne lépjen rá a sárga szegélyre, hanem próbálja meg kikerülni végső. Ritkán látni ilyet. Hát igen. Hatvan. Na gyerünk Morzsi, hátha. 104-ről, hátsó pályán. Nem jön a tripla egyik helyen sem. 63. Nézzük Kinget 125-ről. De elszámította magát. Mennyi egyes dob, elképesztő. Igen, hát ugye jelen pillanatban még próbálja magát visszatenni abba. Na, meg lehet lepni, gyerünk végső! Na, dupla 16. Dupla 8. Meg kell csinálni!
Ott van! Hát ennyi! 21 nyilla, de bánja a kánya! És jöhet János! Ú, de ideges Mervyn King! Ugye neki azért, halljuk meg, kínos lenne kikapni egy magyartól. Hát, mert kínos, nem kínos. Igen. Ugye? Tehát itt csak ő veszíthet ezen a bolton. jó hangulatban van. Az angol kommentátorok is drukkolnak, János, igen, hogy megtalálja a megfelelő lépést. Amikor bejött, én azt láttam rajta, hogy fesztelen, laza, kiintegetett a nézőknek, mosolyog, élvezi ezt a néhány percet, és ez a jó, akárhogyan alakul a meccs. Hát, ha még nyerne. Ez csak 58. Wow. 135? Igen. Várható, hogy előbb-utóbb úgyis rátalál a saját játékára Mervyn King. Persze. Addig még el kéne vinni néhány leget. Iszonyat rutinja van. Az jó. 83. King most lesz majd talán-talán kiszállón. Igen. Bizony, várható volt. 180! 90-re tolja le. Kéne válaszolni egyet. Kár érte egy megint hármas. Megint szektorzsiba jött harmadikra. Szedd össze magad, Morzsi. Megint rossz helyen jön vissza. Tripla 18, jó. Dupla. És ott van a helyén. 1-1, visszaszerzi King azonnal. Jön a harmadik. János kortyol. King, mintha szájba vett volna egy kis cukorkát, vagy nem is tudom, mi volt az. Ugye? Valami kis savanyú cukorka lehet. Nem tudom, hogy cukros-e. Alul jön a tripla. Nagyon szép, 134. Ez kell. Lépjél nagyot. Úgy, nagyon ügyes vagy. Két tripla Kingnél is. És visszajött a 134. Öt sajnos csak. Volt itt minden, mint a Bursliban. 76-os kör Kingtől. Még lehet belőle valami. Gyerünk, János! Nagyon jó! Nagyon szép! 121! Nagyon jó az! Próbál tapadni Kingre. Most fej-fej mellett mennek. Az befért a tripla 20-asba, az alá megy. 98. Az is alá. Most kéne egy két triplás kör. Az nagyon fölé. Kiemelte túlságosan. Az jó. Az jó. 110-ről Mervyn King. Most nem jön a dupla 18. Meg kell oldani azt a 101-et. Hát más opció nem nagyon van. Csak nem a tripla 7-nek kéne jönni. Jó lesz az. Úgy már igen. Akár rá is dobhatott volna arra a dupla 10-re. Közel volt. Na nézzük a dupla 9-et. Egy eléggé veszélyes terület. Ime. 1-es, dupla 4-es. Megcsinálja. 2-1, fordít. Egyébként hogy áll Mervyn King a European Tourok tekintetében? Hányszor indult, vagy mi az eddigi legjobb eredménye, Laci? Addig nézd már meg, légy szíves. Nekem jelenleg ez van meg. Ugye csak azt gyűjtöttem ki, hogy itt Riezában ki hányszor indult. Mm-hmm. És itt Mervyn King
negyedszer van. Negyedszer. Negyedszer van. Az előző három ütléte alatt maximum a harmadik körig jutott el. Aha. Nézegettem itt közben az örök mérlegeket, vagy egyszer nyert eddig European Tour fordulót, és volt négy döntője. Ez az összesítésben 13. az örök ranglistán. Csak ezt a versenyformát tekintve. Kellett. Nagyon kellett ez a 140. Százas. Nyolcvanegész-hetes King átlaga, 77,2 jelenleg a magyaré. Kiszállóban is jobb King, 40%, Jánosnak 33,3. Hatvan csak King. Az jó. Nem baj. Igen. Ott viszont jön nagyon szép, kettő triplával, 120. Így viszont ezt meg kéne csinálni. Már megint mondja magáért Murray King. Megint közel jött vissza. Ez a saját magát hergeli. Nem hiszem, hogy végsőt. Ő csak kimosolyog oldalra. Remélem, hogy nem szánt szándékot csinálja a magyar. Nem hiszem, hogy szánt szándékot csinálja. Ez szép. Na, most kéne egy jó kör. Meg lehet oldani. Tripla 20. Az átcsúszik. Ott sem jön. Így már nem lesz meg. 44 csak sajnos. Marad az 56. King 104-ről. Megzavarja egy négyes. Neki sem lesz meg. 44. Na, van esély egy 16 dupla 20-szal. Két nyíl van rá. Még egy. Nincs meg. De kár. Lehetett volna itt egyenlíteni. Húszas és a dupla 20. Őnek csinálja. 3-1. Ez a különbség. 0-1-ről tehát 3-1, és Mervyn King dobhat. Amikor bemutatták itt Jánost, akkor azt mondta a helyi speaker, hogy egy 3 évvel ezelőtti magyarországi verseny az eddig legjobb eredménye. Igen, a WDF magyarországi fordulóját nyerte meg. Most szépen visszabattyogott a helyére. 55 King. Nem játszik csúcsformában, nincs is csúcsformában egyébként sem. Mervyn King mostanában. 96. Ugye nemrég kikapott Zonneveltől 6-1-re, közvetlenül a riézai torna előtt. 140. Megverte Nentjes, megverte Clark. A Masters-en Sörtől kapott ki 6-1-re. Hát azért volt már jobb formában King. Sokat hibázik. 123. Nagyon jó. Még egy. 95-tel 120 maradt. King 112-ről. Nincs meg a tripla 20. Tripla 14 az jó, és a bull közel. Végső, jön a Shanghai-jal.
Kéne a tripla 20-as most. Nincsen egyes, jön helyette. Hát, csak 40. Marad a 80. King 25-ről. 4-1-ér. Ó, besokal. Tripla 9-et dobott a szimpla helyet. Na, na. Büntessük. Tripla 1, hát de ne így. Tripla 19 kell, nem jött. 40 maradt. Így csak 40. Megint szűken jön vissza. Ugyanaz. Most már jó a 9-es. Az is. Most viszont benne van. Érdekes, itt meg nem hibázott. 4-1. Száz szép, végre egy szép kezdés. Még látó távolságon belül van King. Ne engedjük el. Száz. Ja, úgy indult a meccs, hogy egyből elveszítette a saját kezdését King. Ott kellett volna egy három szünetet tartani, és hát azóta sajnos az ő akarata érvényesül. És a fél óra alatt nem tudják lejátszani a bocs. Akkor ez igen, ennyi. A pályán elért eredményt. Igen. Tekintjük hivatalosnak. Figyeld. 135. Vannak az átlagok. Hát King is alig-alig lépte túl a 80-at. Viszont a kiszállózása sokkal jobb, mint a mi fiunknak. 96. Visszalép, az sem jobb. Száz 86, 16-os, klipa 16, az is jó. Nem, az nem jó. Nem, de kiszállón jó van, de hát elég magas, sajnos. Az jön. Ő is kiszállón van. Az szép. Nagyon jó. Nem jött a kettő tripla. De viszont nagyon szép a kerekítés. 124-es kör. Bravo. 40-re teszi le magát végső. Az nekünk jó. 79 dobás. 48 marad, dupla 20, 3 nyíl a 4-2-höz. Meg kell csinálni, János. Ott van másodikra, 4-2, ez az. Na, de régen láttunk magyar leget. Most kéne egyet rabolni. Bizony, most. Hát így nehéz lesz. 140. Wow. Milyen udvarias a rendező, hogy Daniellát tette végsőjének a írójának. Esetleg kérdés lenne, ne kelljen gondolkodni, hogy hogy kell megkérdezni. Szép pillanatok. Akkor milyen szép lenne, a végső nyerne. Pontosan. Most ott van a tripla elsőre. Egyesben a második, Dekár érte 81. Ezzel már kiszállom van Mervyn King 140-en. Kell a 180, nagyon kell a 180. Nagyon jó! 140, az sem rossz. Nem, de közel volt az első maximumjához végső. Kingnek is csak egy 180-asa van. Ebből így nem lesz kiszálló. 35! Na most kéne oda pörkölni egyet. De nem oda,
Egy picit följebb. Az is jó. 75 dobás, 115 maradt. Nézzük Kinget. 16, dupla 16. És ő is van. Megcsinálja, megrázza magát King. És 5-2. És így ez a legmagasabb kiszállója eddig, 105-ös. Megint elhúz. Wow, 135, jó, nagyon jó, jó kezdés. Jó, ezt kéne folytatni tovább ebben a legben. Van alatti átlaga van a magyarnak. Ugye azon morfondíroztak itt a szakértők még a meccse előtt, hogyha 90 körüli átlagot tudna hozni, és egy ilyen legalább 35%-os kiszállót. 135! Akkor meg lehetne a meccs, ha King nincsen nagy formában. De hát ettől elég messze van azért most János. 180! Milyen mértani pontossággal tűzte oda azt a hármat, te jóságos ég! Egyforma távolságra, mint a kerítésoszlopok. A tényleg olyan volt. Ez se rossz kör! Bizony nem, ez most egy nagyon jó megjátszott leg. Ne felejtsük el, hogy Kingnek már csak egy leg kell a továbbjutáshoz. Bizony. 57. 6 nyíl a 92-re, legyen elég 2 vagy 3. Kacsint egyet János, így beméri magának. És leviszi 40-re. Nézzük King. Egy százassal jelentkezik. Dupla 20-ra, 3 nyíl. Ez elsőre az. Nagyon vett van végre. Ez az, 5-3, nem hagyja magát végső. Ez a harc lesz a végső. Igen, mert ő kiesik, nincs több magyar. Bizony. Úgyhogy rukkoljunk, kedves nézők. 140. Meg kéne csípni Kinget. 85-ös átlaggal megy. King 50%-os kiszálló, mondjuk az nem rossz, 10-ből 5. Hat van. Egyes. 40. Ez csak 40, sajnos. Százas, King. Hát itt már csak nagyon komoly triplákkal, tripla lavinákkal lehetne Kinget befogni ebben. Hát igen, és nem ötösből, meg ne hetesből. Kellene, nagyon kellene. Á, nem, csak 42, ez nem elég, ez nem elég. Valaki beszólhatott Kingnek, most sok minden nem tetszik ma neki. 81. 120-nál jár, tehát egy Shanghai-jal be is fejezheti a meccset. Most jön a tripla 20. De megint ott egy szektorhiba. Nem kéne ennyit hibázni. És hát ugye nagyon messze van a kiszállótól. Na nézzük Marvin Kinget. Tripla. Az nem jó. Tehát most nem tudja megcsinálni, egy százas. De van ideje bőven, mert 263 az nagyon-nagyon nem kiszálló. Tehát minimum 3 nyira lesz Kingnek, vagy több. Úgy van. 96. Legalább a kiszálló megvan a végére végsőnek. King tehát dupla 10, meccs nyíl. Dupla 5-ös. És az viszont benne van. Ez itt sajnos papírforma. És a végén még össze is ölelkeznek remélhetőleg. Úgyhogy hiába nyert az első leget végső János a mérkőzés. Marvin Kingé 6-3-mal, tehát ő jut be a következő körbe. János tisztességgel helytállt.
ennyire futottam a erejéből. Mi tartsunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk a többi mérkőzéssel.